Halihó, sziasztok kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Illico Beauty csatornáján, egy smink videóval jövök, ami egyébként nem egy előre eltervezett smink videó, hanem ez egy teljesen váratlan. Ugyanis én szerettem volna ma, és ma valószínűleg ez már nem fog összejönni, mivel egy nap azért két sminket nem szoktam csinálni, de nem fogom ezt leszen után egy új videót fölveszek, és már ide készítettem egy új szerzeményt, ami egy smink paletta. Hát én ezt elárulom nektek, ez a Catrice-nek a Rose Electric Rose palettája, és méghozzá ezt azért vettem meg, mert én karácsonyra megkaptam az egyik kedves növendékemtől ugyanebből a sorozatból a The Hot Mokka palettát. És annyira megszerettem, és láttam tutorial videókat ebből a palettából is, tehát elég sok videó van fenn a YouTube-on. Remélem, hogy nem leszek unalmas azzal, hogy én is le fogom tesztelni, de arra gondoltam, hogy ezt a két palettát így tulajdonképpen így összerakom, akkor teljesen hasonló palettát kapok, mint az én egyik régi nagy kedvencem, és az utolsó darab, amit megtartottam ebből a sorozatból, mert mindegyiket elajándékoztam, a Revolution Reloaded sorozatból, ez a Nutrest 2, és hát nagyon-nagyon hasonló, ugye ebbe a narancsos és a rózsás, ebbe ugye a narancsos, barnás, ebbe pedig a rózsás színek, tehát gyakorlatilag egy kicsit olyan ez a két paletta együtt, mint ez az egy, és hát mindenféleképpen, mivel ezt már szerintem leteszteltem, szeretném ezt is kipróbálni. De hát aztán jött itt a fordulat, hogy én tegnap találkoztam Herceg Zsuzsival, és kaptam tőle egy valami csoda kék színt, ami egy krémes szemhéjfesték, méghozzá ettől a Made by Mitchell márkától, amit őszintén megmondom, én nem is hallottam előtte, csak és kizárólag Zsuzsinál láttam, hogy ő tesztelgette ezeket az új termékeket, amiket ettől a márkától vásárolt, és elhozta nekem ezt a krémes szemhéjfestéket, ami valami egészen elképesztően fantasztikus kék szín, egy ilyen igazi királykék, és le van ez így nagyon védve ebből a fóliával. Hát nézzétek meg, hogy ez így néz ki. Úgyhogy én nem bírom ki, hogy ezt ne próbáljam ki előbb, de mivel én csináltam ebből a Kiserman swatchot, és olyan picit ilyen primer jellegű volt, nem tudom mennyire lehet építeni. Én készültem itt kiegészítő palettákkal nyilván, hogy ezt elsatírozni, építgetni, stb. Úgyhogy csapjunk is bele a videóba, én már egy ilyen kék sminkre gondoltam, hát majd meglátjuk, mi lesz belőle. Először is szeretném nektek mutatni, hogy ez milyen. Ez egy nagyon-nagyon krémes, egy nagyon ilyen csúszós krémes, hogyha így fogalmazhatok. Egy csúszós krémes és egy fantasztikusan csodálatos kék metálos fényű árnyalat, ami most én elég sokat vettem föl, és hát bármennyire is satírozgatom, látjátok, aztán veszít így ebből az intenzitásából, és egy kicsit egy ilyen áttetszőbb, egy ilyen fényesebb krémes felület marad. Nem tudom egyelőre, hogy majd a szemhéjamon ez hogy fog működni. Minden esetre én ide készítettem több mindent. Először is kerestem egy kifejezetten nagyon-nagyon kék, matt színt, és nekem van egy mono Sisley, tehát a Sisley márkától, van nekem egy ilyen mono kis szemhéjfestékem, ami egy ugyanilyen hasonló, tehát egymás mellé rakom, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon királykék, egy gyönyörű szaténfényű, de inkább, hát egy ilyen csillámos, de egy ilyen mattabb felület. Ezt ide készítettem, azon kívül ide készítettem még a Legendary Lure árnyalatot, a MAC Mono szemhéjfestékeiből, ami szintén szerintem ilyen elsatírozáshoz, picit mélyítéshez. Ez is egy ilyen krémesebb állag, de ugye ez a grafit szürke. Most ha ide húzom mellé, szerintem egész jól
kiegészíti egymást a két szín. És hát azért biztonság kedvéért nyilván egy palettát is idehoztam, ami nem más, mint a Morphe-nak ez a kék palettája. Ezt nemrég már egyébként használtam az elfelejtett paletták sorozatból, és hát ebben vannak nagyon jó kis kék árnyalatok, illetve jó kis barnák, amikkel szerintem jól lehet majd satírozni. Úgyhogy hát akkor csapjunk is bele, az arcomat már elkészítettem, egy kis szájfényt felraktam, úgyhogy nincs más hátra, mint sem, hogy kipróbáljuk ezt a csodakéket. Most közelebb hoztalak titeket, hogy jól lássátok a folyamatot. Találtam egy ilyen Ebeline kis ecsetet, aminek ilyen pici feje van, és ilyen lapos, lapos ecset. Én szerintem ebben majd egész jól föl lehet vinni ezt a terméket. Úgyhogy, hát nagyon izgatottak, megmondom őszintén, mert ez egy annyira krémes formula, és én igazából ilyennel nem is szoktam sminkelni. Úgyhogy lássuk a medvét. Szóval, hát először is eléggé sokat vesz föl. Így nem tudom, hogy most mennyit merek először fölvinni. Itt van az ecseten, látjátok. És hát akkor nézzük. Aha. Nagyon-nagyon szépen egyébként ezt így el lehet oszlatni az ecsettel. És már így első felvitelre is, oké, hogy én ezt... Tehát én elég bőségesen vettem föl az ecsettel, de eléggé pigmentált. Tehát azért ez eléggé durván néz ki. Hát nem semmi. Biztos, hogy valami barnással szeretnék majd satírozni. Azt fogom még most kipróbálni, hogy még egy kicsit, hogy így, hogy ha építem, akkor mi történik. Még felvettem még egy kicsit az ecsettel, de abszolút építhető. Ez nagyon érdekes. Nyilván, hogyha ezt nem satírozom el, akkor ez így marad. Úgyhogy ide készítettem egy másik ecsetet. Ez egy teljesen tiszta ecset, egy ilyen kisebb duci fejű, de egy ilyen kisebb ecset. És nézzük meg, hogyha ezt egy kicsit így elkezdem fölfele satírozni, hogy akkor mi történik. Hát satírozni is lehet, az az igazság. És nyilván akkor lesz egy kicsit ilyen halványabb, ami egyáltalán nem baj. Tehát ezt én így el tudom most satírozni, abszolút. És lehet, hogy ezekre a kék extra szemhéjfestékekre nem is lesz szükség. Csak valami barnával, amivel ezt el fogom satírozni. Most olyan ezt megcsinálom a másik szememmel, is jövök. Nos, itt tartok. Itt sokkal intenzívebb a szín. Itt, ahogy satíroztam, sokkal többet leszedett a meglévő kékből, abból egy picit így föl tapogatok. Nagyon fura egyébként maga az érzet, mert ilyen nagyon-nagyon krémes. Tehát egy ilyen, azt érzem, hogy egy ilyen sűrű krém áll a szemhéjamon, ami nem feltétlenül egyébként olyan jó érzés, de viszont a másik dolog, hogy nagyon-nagyon szépen néz ki. Úgyhogy én ezt most visszacsukom, a tégelyt, és ezt a Morphe palettát fogom most kinyitni, amiből ki fogok venni egy, hát nem is tudom, maradok ennél az ecsetnél, egy ilyen középbarnát, tehát mindenféleképpen barnát, és ezt a barnát fogom most elővenni. Nézem, hogy megy-e a felvétel, megy. Ez egy ilyen karamellás szín, ilyen kicsit ilyen világosabb kakaószín, amivel megpróbálok ide most bevinni a mélyítőbe, és megnézzük, hogy egyáltalán hogy viselkedik, hogy tapad rá erre a kémes szemhéjfestékre. És hát az, az igazság, hogy egy kicsit azt látom, hogy így leszedi ezt a krémet, de azért így fönnmarad rajta. Hát ez most így nagyon-nagyon durva. És mindig ez van, hogyha egy élesben
próbálkozom valami olyasmivel, amivel azelőtt még igazából soha, akkor nem biztos, hogy ebből olyan jó sül ki. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehetne egy kicsit jobban puhítani, hogy mivel kellene ezt egy kicsit lágyítani. Úgyhogy most fogok egy harmadik ecsetet, mert ez így egyébként durván néz ki. Most van itt egy ilyen krémes, ilyen bész szín, ez egy matt szín, és megpróbálok ebben egy kicsit most valamit itt satírozgatni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Egyelőre úgy tűnik, hogy valamit tudok rajta korrigálni, mert hát ezt semmiképpen nem akarom, hogy ez itt ennyire élesen és durván és sötéten nekem feljöjjön a szemhéjamra, de ahogy látjátok, most ez így egyre jobban így kezd most így működni. Tehát megmaradt ez a nagyon kék. Még lehet, hogy vissza fogok menni majd a végén az ecsettel, és csak oda belülre középre rakok ebből a Made by Mitchell kékből. De ez így már egészen elviselhető. Ez volt az alapozó ecsetem, és egy kicsit így fölhúzom egy ilyen, hát egy kicsit, hogy fölfele álljon így ez a vonal. És a legvilágosabbból, most ebből a fehérből fölveszek egy kicsit, és aha. Na most ez azért nem volt annyira jó ötlet, úgyhogy ezt megpróbálom leszedni gyorsan, mert azt nem vettem észre, hogy ez egy ilyen csillámos. De így most már kicsit így elsatírozva, annyira nem is rossz. Úgyhogy avval a világossal, avval vigyázni kell. Hát nem tudom. Ugyanígy megcsinálom a satírt, és jövök vissza. Na hát itt vagyok, borzasztóan nehéz dolgozni ezzel a termékkel, mert elkezdtem satírozni, és konkrétan így föltapadt. Tehát, hogy itt van a papírzsebkendő, ebben kellett tulajdonképpen innen belülről leszednem, mert na, ez a krémes, most direkt hozzáérek, igen, látjátok, hozzáérek, és ennyire fog. Úgyhogy én biztos, most már 100% erre a krémes dologra, én ezt most úgy fogom felfogni, mint egy primert, vissza is rakok így a szemhéjamnak a felső-középső részébe, és én erre rá fogok tapogatni egy kék színt, méghozzá ugyanezzel az ecsettel, csak leszedem róla a papírzsebkendővel a terméket, és ezzel a kékkel, ezzel a picit ilyen, látjátok, ez egy ilyen nagyon szép kék, egy ilyen királykék, de egy ilyen mattabb árnyalat, és én ezzel egy kicsit így rá fogok menni, hogy ezt a krémességét egy kicsit tompítsam, mert ez így, én szerintem, hogyha most így el kéne mennem itthonról, tehát ez szerintem életveszély. Véletlenül belenyúlsz a szemedbe, vagy bármi abszolút spontán, akaratlanul, nem is veszed észre, és teljesen összekened magad. Úgyhogy így rátapogatom. Egyébként egészen jól működik. Az intenzív kék színe egyébként megmarad, és itt egyébként ebben a palettában van ez a csillámos, egy kicsit ilyen feketés szín. Én abból is fölveszek egy picit, és ide beviszem a V-be. Hát ez, gyerekek, egy nagyon-nagyon ütős, egy nagyon extrém smink lesz. Nem, senkinek nem ajánlom természetesen hétköznapra. Biztos, hogy nem mennék ebben így ki az utcára. Viszont színpadra simán. Egy picit ide beviszek, de csak ide a szélérbe, mert annyira dominál itt a tetején, a szemem felső részén,
ez a kék, hogy tehát nem akarom nagyon elvenni egy ilyen kontúrral alul, úgyhogy csak egy picit beviszek, és fogok egy szintén egy tiszta ecsetet, és ugye az a nagyon csillogós, ugye ez volt ez a csillogós szín, egyébként megmutatom nektek, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon fényes sejem szín, és ezzel most egy kicsit, de le is szedek az ecsetről itt a készfejemen, ide beviszek, illetve ide alulra. Tehát ez egy abszolút ilyen attraktív smink, akár buli smink, vagy parti smink, fesztivál smink, ki akkor, ahogy akarja, úgy hívja, most jön a farsang, szerintem lehet simán ebben elmenni egy ilyen farsangi buliba, és ezzel, hogy kinyitottam ebben a nagyon világos szaténfényre, de mindig így le szedtem belőle, így a készfejemen, ezzel szerintem nagyon feldobtam. Egy kicsit ide is viszek, ezzel megcsinálom ezt az élt. Na hát, egészen-egészen alakulunk. Visszamegyek ebből az ecsettel, amivel ugye satíroztam, egy kicsit így át mosom ezt az egészet. Még egyébként meg lehetne bolondítani. Meg lehetne bolondítani, mert itt van, nézzétek csak, itt van egy ilyen nagyon-nagyon érdekes szín. Meg is mutatom nektek. Ez egy ilyen grafitos, enyhén, még egy picit ilyen lilába hajló is. Látjátok? Ezt fölviszem még ide, nem az egész részre, csak oda közel a szemzughoz. Így primernek egyébként tök jól működik. Ez a Made by Mitchell kék, de őszintén életveszély, tehát annyira kell figyelni, itt már konkrétan az asztal is össze van kenve, úgyhogy majd utána takaríthatok. Tehát én lehet, hogy most megcsináltam ezt a sminket, aztán, hogyha lesz rá valami ilyen nagyon extrém helyzet, lesz egy olyan alkalom, hogy ki tudom használni, akkor maximum akkor fogom elővenni, mert különben hát nem egy átlagos, és nem egy hétköznapi, és semmi esetre sem könnyű használni. De nem rossz. Ez így most, ebben a textúrában, ebben a fölállásban, és ebben a koncepcióban, ez nekem tetszik. Most komolyan, most kezd tetszeni, és természetesen nem maradhat ki a kék szemceruza, ami az én mindig is szeretett királykék árnyalatom. Egyébként ez azt hiszem, hogy egy Vivien Szabó 04-es, és tényleg ez egy brutál kék. Úgyhogy ezt fogom most ide a vízvonalba fölvinni. Nyilván lehetne még durvítani ezt az egészet, ha lenne egy kék szemspirálom, de nincs, úgyhogy lehet, hogy egy kék szemspirál még inkább meg tudná dobni ezt az egészet. Hú, gyerekek! Azt mondom, hogy így belenéztem most a tükörbe. Na hát azért ez nem egy egyszerű történet, és azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elkezdtem ezt az egészet fölrakni, akkor nem is gondoltam, hogy ebből valami jó kisülhet. Úgyhogy, hú, én még picit még az új begyemmel, mert annyira tetszik ez az előbb felvitt szín, ezt egy kicsit ide fölviszem. Na ez az a smink, amihez szerintem igazából nem is szabad rúst fölvinni, mert annyira sok, úgyhogy szerintem a végén maradni fogok a szájfénynél,
De most hármat számolok, és gyorsan felpattintok egy, nézzétek meg, ugyanolyan a fülbevalóm is. Fölpattintok egy szempillafestéket. Egy, kettő, három. Tadám, itt vagyok. Végül is nem maradtam a szájfény gondolatnál, mert arra gondoltam, hogy annyira fényes és annyira metálos a szemhéj, hogy legyen egy nagyon-nagyon visszafogott, rózsaszínes, nagyon világos, majdnem, hogy arcbőrbe olvadó, de inkább matt finisű rúzs, úgyhogy én a legújabb szerzeményemet, a Kylie Jennernek a Coco K ányalatú folyékony matra száradó rúzsát, illetve a hozzátartozó ceruzát tettem föl, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép árnyalat, húzok belőle nektek swatchot ide a kezemre is, tehát ott a ceruza, ott van a rúzs, egyébként építhető, egyébként nagyon szárítja a szájad, úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy van egy nagyon világos és hasonló árnyalatú MAC rúzsom, ez a Reverence árnyalat, és direkt ide kihúzom mellé, tehát látjátok, hogy gyakorlatilag három egyforma színről beszélünk, és ezzel szoktam, most már kicsit följebb viszem a kamerát, egy kicsit itt csak a számnak a belső részébe rakni ebből a rúzsból. Jó, mondhatjátok, hogy egy ilyen drága szett, ugye, mert ilyen tizenvalahány ezer forint, hogy szárítja a szelet, és hogy nonsens, hogy kell hozzá egy másik rúzs is. Nem nonsens, mert gyakorlatilag ez egy borzasztóan tartós rúzs. Én megtanultam ezt használni, megtanultam ezt kezelni, és nagyon szeretem, és szerintem állati jól áll, és nagyon jól passzol ehhez a sminkhez is. A szempilla festék pedig egyetlen egy rétegbe raktam föl, a Dior Show szempilla festéket, szerintem ez most bőven elég, nem is kell több. Hát figyeljetek, én őszintén megmondom, most én így el vagyok ájulva, nem számítottam arra, hogy ez ennyire kék marad, gyakorlatilag ez a metálos fénye átüt a szemhéjporon is. Úgyhogy én még annyit megcsálok, hogy ez a kis Sisley kis kedvencem egyébként, ez a szóló árnyalat, hogy ez itt ne maradjon parlagon, én egy picit még ebből is ide föltapogatok, biztos, ami biztos, ugye, ami matt, és ami egy ilyen fedő pigment, az elvileg nem fog elmozdulni, és látjátok, hogy úgy maradt. Ugyanúgy átüt ez a nagyon-nagyon királykék, ez a nagyon intenzív metálos fény. Úgyhogy szerintem azért ez a Morphe paletta, és az, hogy ezt az árnyalatot mondom, föltettem, és ide föltapogattam, azért az nagyon-nagyon sokat nyomott a latba. Őszintén megmondom, hogy nagyon meglepő volt ez a termék, sosem használtam még hasonlót se, nagyon örülök, hogy ki tudtam próbálni. Nem fogom, tehát őszintén mondom, nem fogom én ezt naponta próbálgatni, én ezt most kipróbáltam, pontosan érzem, hogy milyennek a trükkje. Gyakorlatilag, ha egy vékonyabb rétegbe viszed föl, akkor szerintem könnyebb vele dolgozni, tehát egy ilyen picit lágyabb fedést, aztán elsatírozva, meg másik árnyalattal besatírozva, bemélyítve, talán egyszerűbb. Én a nehezebbik utat választottam, mert nem tudtam, hogy ez ennyire krémes lesz, de így mindentől függetlenül azt gondolom, hogy hát ez egy nagyon különleges szín, egy nagyon különleges árnyalat. Még egyszer megmutatom nektek magát a terméket. Ez így néz ki. Hát mindenki döntse el, hogy tetszik neki ez a smink. Én most egy picit meglepődtem, mármint olyan értelemben, hogy nem számítottam rá, hogy ahogy elkezdtem vele sminkelni, én nem számítottam arra, hogy ebből még valami jó is kisülhet. Az elején eléggé borzasztóan nézett ki. De nagyon-nagyon kis pici,
pirt ide fölrakok. És képzeljétek el, hogy ezt a pirosítót, amit most fölteszek, az nem is pirosító, hanem az új palettám, amit nyertem az Instagramon, a Poda Beauty. Köszönöm nekik, jó voltából. Ez a Too Faced paletta, és annak ezt a narancsos, ilyen, hát egy pirosító színét teszem föl ide az orcára, és szerintem ezzel kapott még egy plusz üdességet ez a smink. Úgyhogy még egy nagyon picit világos van kín, én javaslom, nézzük meg ezt a kreációt természetes fénybe, de én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, szerintem izgalmas volt, én nagyon izgultam végig, hogy ebből mi fog kisülni. Mindenképpen írjátok meg a véleményeteket, hogy ti már hasonló terméket próbáltatok-e, hogy tudtatok vele sminkelni. Úgyhogy mindenképpen várom a komment szekcióba az üzeneteiteket, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok ezt a videót, és találkozunk hamarosan, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!